Hello, ez egy mancsoára oktató videó, én Szendi Nóra vagyok, ez pedig itt a kiskutyám Prézli. Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, illetve hát ez számomra is most egy kísérlet lesz, hogyha beteg a kutyád, mondjuk műtét is ebbe van, mint az enyémnek, de már mozgékony, szeretne rohangászni, egy mindenes munkakutya, akinek a lételeme, hogy dolgozzon, akkor milyen feladatokat lehet neki otthon kitalálni, amikben biztos, hogy nem fog bepiszkolódni, vagy sérülni a sebe, biztos, hogy nem lesz semmi baja. Nyilván az agyi lefárasztás az nem tud egyenértékű lenni a fizikai fárasztással, de nekem az a tapasztalatom, hogy ha mentálisan, alaposan lefárasztod a kutyát, akkor az, ha nem is válthatja ki a fizikai fárasztást, de minden esetre azért sokat javíthat a helyzeten, tehát a kettő nem tudja kiegészíteni egymást, de hogyha mentálisan fáradt a kutya, akkor sokkal hamarabb le fog fáradni fizikailag is. Úgyhogy Prézli, ez nagyon labdás, kérem szépen. Kérem, egy párszor eldobom neki. Hát igen, itt sajnos csúszik szegény, kérem. Csúszik szegény, úgyhogy nagyon piciket dobok, nehogy valami baja legyen. Hozzad, léci! Tedd le! Köszönöm! És kipróbáljuk, hogy hogyan működik egy kis helyben maradás gyakorlás, azzal kombinálva, hogy az egyik oda kirakott doboz alá behelyezem a labdát, először csak simán berakom, és hogy megtalálja, majd pedig összekeverem a dobozokat. Tehát van benne helyben maradás gyakorlás, tehát önkontroll feladat, meg egy kis agyalás is. Jól van. Gyere be már nézni, feladat. Szuper. Úgy, fekszik. Nem ezt kértem, fekszik. Úgy, rendesen, azaz. Marad. Nagyon ügyes vagy. Hol a labda? Keresd! Na, lehet, hogy ez túl nehéz, hogy számára nem tudja fölfordítani a dobozt. Mutasd meg! Hol a labda? Hol a labda? Nem? Hol a labda? Segítsek! Nézd csak! Hol a labda? Azaz, látod? Nézd csak! Ott van! Ügyes vagy! Kérem szépen! Kérem! Azaz! Szuper! Én ez még újdonság neki. Kérem! Kint a természetben, majd arról is készítek videót, tehát nem a természetben, egy parkban kipróbáltam, hogy különböző tárgyak mögé, egy fák mögé rejtettem be a labdát, és úgy kellett megtalálnia, de persze eljátszottam, hogy több helyre berejtem, és aztán nagyon jól meg tudta találni, úgyhogy erről mindenképpen majd készítek videót. Hozzad! Tedd le! Tedd le! Nem, nem kérem, tedd le. Nem kérem, tedd le. Azaz, köszönöm. Figyelj. Na, hol a labda? Hol a labda? Keresd. Azaz, szuper. Nézd csak, ott van. Azaz. Most egyelőre akkor azt csinálom, hogy ha megköt ki az orrával, akkor kérem. Kérem. Köszönöm. Ha megköt ki az orrával, akkor ez megtalálásnak számít, hiszen ez egy új feladat számára. Fontos, hogy legyen sikerélmény, tehát ne hagyjam ott a kutyámat órákon keresztül keresni a labdát. Nyilván addig el is veszti az érdeklődését, lerázva lefekszik. Hanem,
ha a legkisebb jelét is látom, hogy arra tippel, hogy az alatt a doboz alatt van, akkor fölemelem neki a dobozt, hogy értse a logikáját ennek a feladatnak. Ne cikúzik, azt akarom játszani a gyerek. Ott tegyünk még egy próbát. Tedd le! Szuper! Figyelj! Figyelj oda, nézd csak! Láttad? Hol a labda? Ó, ez az ott van! Nézd csak! Ott van! Szuper! Ügyes van! Kérem szépen! Kérem! Szuper! Kérem! Magas. Na figyelj! Kipróbálunk egy másik változatot. Ugyanazt fogjuk csinálni, mint szabad téren. Érdekes módon nőnek, hogy szabad téren jobban mennek ezek a feladatok, mert ott szoktunk gyakorolni. Lakásban nem igazán. Fekszik. Köszönöm, szuper. És marad. Na-na, nem jó. Fekszik. Nem lesünk, illetve lesünk, de nem állunk föl. Fekszik. Részli, ne rontsd el a játékot, fekszik, fekszik, köszönöm, marad. Ügyes, marad. Ügyes vagy. Lehet, keresd, keresd. Kérem szépen, azaz. Nagyon jó, szupi, azaz, kérem. Kérem. Azaz, szuper. Jó, tedd le. Köszönöm. Nézzünk még egyet. Ide hozok egy-két tárgyat, ami mögé be lehet rejteni. Megígérem, utána pihízhetsz, jó? Fekszik? Ügyes! Szuper! Marad! Azért sem kap jutifalatot, mert ilyenkor se kép, se hang nem érdekli. Marad! Ügyes vagy, marad! Vagy keresd! Azaz! Hát szuper! Hát te tudod, hogy szuper! Hát valószínűleg rossz színész vagyok, meg különben jó megfigyelő. De a videóról kiderül, hogy mennyire volt hiteles a pakolászás. Kérem szépen! Jó van! Igen. Igen, szőnyeggel biztosan egyszerűbb lenne, de állandóan takarítani kell így is két kutyával élünk együtt, az ilyen szempontból nem olyan egyszerű. Minden esetre kint a szabadban azért könnyebben nagyobb a tér
több olyan elemet lehet találni, ami mögé jól be lehet rejteni a labdát. Ez most igazából egy példa volt arra, hogy milyen feladatokat lehet kitalálni, de nyilván a képzeletünk szab neki határt. A lényeg, hogy nagyon sok mindennel lehet szórakoztatni egy kutyát otthon, a négy fal között is, akkor is, hogyha betegeskedik. Úgyhogy nagyjából ezeket szerettem volna most bemutatni ebben a videóban. Még lezárjuk ezt a gyakorlást, még dobok még egy utolsót, az azért fontos, hogy nyilván itt Mancsvár kutyasuli szellemiségével összhangban mindig én kezdeményezem a közös játékot, és én is zárom le, utána a labdát azt ő nyugodtan magával viheti, azt csinálom, amit akar, én pedig visszatérek a munkámhoz, amit még a közös sétánk előtt elkezdtem, és vagy kérem szépen, kérem, azaz, mi van itt, azaz, ügyes, tedd le, jól van, tiéd le, mehetsz, én nem kérem, mehetsz, nem kérem, tiéd lehet, vagy hogyha engem fog zaklatni, akkor el fogom venni, tiéd. Oké, hogyha nem, akkor viszont ezt most eltesszük. Neked pihenned kell. Doktor Becsi is megmondta. Le kéne rázni. Azaz, szuper, mehetsz. És akkor innentől kezdve persze azt csinál, amit akar. Mindenképpen igyekszem lerázatni vele a feladatot, és utána vagy tényleg ő játszhat vele tovább, vagy pedig elteszem a játékot, és mindenki megy a maga dolgára. Köszönöm, hogyha végignéztétek ezt a videót. Hamarosan majd még jelentkezem újabb dolgokkal is. Ez egy Mancsvár videó volt. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Hello!